Pénteken egy színes programsorozattal készül az önkormányzat és a Bringa-sziget. Az Európai Mobilitási Hét keretében szervezett autómentes napot a Kossuth téren tartják. Lesznek színpadi produkciók, kerékpár bemutató, kerékpáros akadálypálya, ajándékok korán reggeltől várjuk a kerékpárosokat már egy kerékpáros reggelire. Gyakorlatilag egy kis teával és egy kis bundás fogjunk azok kedvére járni, akik tényleg kerékpára pattantak és az autót otthon hagyták, és próbálnak törekedni szeptember 22-én arra, hogy gépkocsi nélkül közlekedjenek. Legyen az bringa, legyen az adott esetben tömegközlekedés, vagy egy kényelmes túrabakkancs. A Kossuth térre érkezik majd többek között a Fátum egy röplabda bemutatóval, a Buratino Báb Színház az Y2K. A rendezvény a környezet tudatosságra, az egészséges életmódra, a mozgásra hívja fel a figyelmet. Arra készültünk, hogy bemutassuk a kerékpáros közlekedésben rejlő lehetőségeket, lesz egy kis kerékpáros akadálypálya, aki azt teljesíti, az nyilvánvalóan mindenki ajándékot fog kapni, és uh, nyilvánvalóan az együttműködő partnereink is itt lesznek, a Mobilissimus a tömegközlekedés lényegére, létjogosultságára, lehetőségeire fogja felhívni a városlakók figyelmét, és a Europe Direct pedig magára a környezettudatos közlekedést próbálja egy kicsit propagálni, egy környezettudatos totó kitöltésének segítségével, amelynek a Végén minden egyes Totót kitöltő részt vesz egy kerékpár megnyerésének a lehetőségében, hiszen ennek fődíja egy bringa lesz. 17 órakor kerékpáros felvonulás indul a térről a bujtosítóig, majd onnan vissza. Ezt követően történik meg a közlekedési Totót kitöltők között egy sorsolás, a nyeremény egy kerékpár lesz.